Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat ez a Korkapcsolás mai adása, és itt van már, már velünk a Zoom túlsó, végén dr. Robert Cikeszter, biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója, és köszönöm, hogy fogadott a hívásunkat. Jó napot kívánok a nézőinknek, hallgatóinknak, egy napsütéses Jeruzsálemből. Jeruzsálemből, és azt látom, hogy már a háttér is kezd a régi lenni, így kezd helyreállni a világrendje, vagy mi történik? Hát tudom én, feltételes szabadlábra helyeztek. Még kirúgtak úgy. a hadseregből. Vagy... nem, még nem, nem. Papíron még mindig, még mindig vagyok, de remélem, hogy most már kezd lecsengeni, még mielőtt elérem a 90 napot. A lényeg az, hogy lepapírozták azokat a napokat is, amiket a háború elején úgy kalózkodtam egy kicsit, mert abból baj lehet. Hm. Na, gyorsan szolgálati közleményekkel kezdenénk, addig hagyom Robertnek, hogy megígye a kávéját, hogy felpörögjünk az adásra. Egyrészt arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra. Tegnap elértük a 172 feliratkozót, amit nagyon köszönünk, úgyhogy szeretnénk ezt folytatni. Illetve köszönettel fogadjuk a támogatásaikat is a képernyő látható bankszámla számon és pépelon keresztül. A támogatóinknak elküldjük az elmúlt hetek közönség találkozóinak vágatlan felvételeit, és reklámmentesen hallgathatják az Ultrahang podcastjeit illetve újra lehet rendelni közös könyvünket Robert C. a Verekedő Hegyek Között című könyv dedikálva személyre szabott dedikálással elérhető a www.ultrahangkönyvek.com oldalon anyák napjára, gyerek napra, ballagásra, szalagavatóra, ja, szalagavató az már volt. No, és akkor most kérdeznék, közben levertem az egeremet, úgyhogy egy élet, amit aztán Mint egy szölöpöt. Élet. Micsoda izgalmak vannak itt, és beszéljünk Oroszországról. Azt írja a hvg.hu német András, hogy a stratégiai fontosságú kelet-ukrajnai kisváros Avgyipka februári elfoglalása után Oroszország taktikát váltott, miközben a légierő az ukrajnai vízi erőművekre összpontosítja a figyelmét, a szárazföldi erők a korábbiaknál nagyobb erőkkel támadják az ukrán állásokat, ugyanakkor alig ha valószínű, hogy Oroszország több fronton is komoly áttörést érhet el. És ugye látjuk azt, hogy Például vannak, akik azt mondják, hogy Oroszország már az utolsó mélységi védelem kapuját ostromolja, meg hogy tényleg nagyon kevés a lőszer ukrán oldalon, és mintha most vérszemet is kaptak volna az oroszok. Te hogy látod ezt az egész orosz-ukrán frontot jelenleg 2024 április elején? lehet, hogy én egy ilyen makacs és önfejű, kemény, kemény nyakú népség vagyok, de, de én azt mondom, amit a háború elején mondtam, azt, hogy Ukrajna ezt a háborút elvesztette, és azt is elmondtam, hogyan vesztette hogyan fogja elveszteni. Úgy, hogy az oros, oroszok egy ilyen lassú, attriciós, fölörlő erőfeszítéssel az ukrán hadsereg egészét célozzák meg. Tehát itt nem azt, azt kell elképzelni, hogy most fogunk látni tudom én két átkaroló hadműveletet, hadművelet, amivel bekerítenek tudom én egy területet, azt elfoglalják, hogy kitűzik a zászlót, és akkor azt mondják, hogy felszabadítottuk a dombaszt, és akkor mindennek vége. Az oroszok az egészre mennek, és ez úgy beleillik a képbe, az, hogy most már kezdték támadni az energiainfrastruktúrát is, és, és azt, azt, azt is látjuk, hogy fokozatosan nyomást gyakorolnak a front egész hosszában, tehát nem egy bizonyos ponton nem látjuk kialakulni azt a klauzevici sverpunktot a, a, annak a, a fő erő erőfeszítésnek, az irányát, hanem pont ellenkezőleg egyformán gyakorolnak nyomást a, a front minden szakaszára, a húsdaláló egyformán ör, örlődik mindenütt, ebből én arra következtetek, hogy a logika nem változott, és. E ezt az oroszok addig fogják folytatni, még össze nem omlik a, a, az ukrán hadsereg, legalábbis egy helyi ponton nem omlik össze a front. Lehet, hogyha a front összeomlik egy adott ponton, akkor ott megpróbálnak betörni és megbejegy fölgyorsítani az eseményeket. Én ennek sok értelmét nem látom. Hogy omlik egyébként össze egy front? Erről beszéltem, ennek van nyolc van előjele mondjuk egy front összeomlásának. Itt látjuk azt először is, hogy kezdenek területet veszíteni. Látjuk azt, hogy elvesztenek olyan fontos erőforrásokat, értékeket mondjuk úgy, mint ezek az Abrams tankok. Mivel nincs olyan sok tulajdonképpen. Tehát Ukrajnának nincs sokkal több Abrams tankja, mint az amerikaiaknak anyahajója, repülőgép hordozója. Tehát nagyjából abban a nagyságrendről beszélünk. Tehát látjuk ezeket a nagyon fontos eszközöket el, elveszíteni szíti az ország. Látjuk a, 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 visszavonulás, olyan visszavonulásokat látunk, amik nincs, nem rendezettek, nem, kell egyfajta menekülést, és Avdiivskánál pont ezt láttuk. É, a más, egy másik ilyen jel, a katonai vezetés, vezetés és ellenőrzési mechanizmusoknak az összeomlása. És ezt is láttuk dívkában, hogy túl későn vetették be az azoknak a, azt a harmadik dandárját, amivel megpróbálták megmenteni ezt a helyzetet. Ez azt jelenti, hogy a parancsnokok nem látták át a helyzetet, vagy nem tudtak rá időben reagálni. Tehát ezek, ezek egy e, e, sor ilyen kis jel, ezek nem jelentik azt, hogy ez nem, ezek szükséges feltételek, de nem elégséges feltételek. Tehát sokan arról beszélnek, hogy Ukrajna összeomlás szélénál én nem vagyok benne biztos. De ezek kezdjük összegyűjteni azokat a szükséges feltételeket, amik egy adott pillanatban elégségesek lesznek. Ugye, yeah, talán most egy időablak viszont van, amit Oroszország kihasználhat, hogy kevesebb, jóval kevesebb a lőszere Ukrajnának. Vannak olyan számok, amelyek azt mondják, hogy tényleg az oroszok jóval több lőszert használnak el egy nap, ötször annyi lövést adnak le a tüzérséggel, mint az ukránok. Na most közben meg lehet azért hallani, hogy új gyárakat építenek nyugaton, és hogy az akár 2024 végére már készülhet annyi Ukrajnának szent tüzérségi lőszer, amivel egyensúlyt lehet kialakítani a két hadsereg között. Szóval ilyenkor, amikor láthatóan előnybe kerülnek az oroszok, ilyenkor mi lehet a stratégia, hogy még jobban oda teszik magukat, vagy marad ugyanez a lassú felőrlő hadművelet? itt minden azon múlik hogy milyen me mekkor a kockázatot mert fölvállalni az orosz katonai vezetés. Egy tempóváltás az kockázat ebben az esetben? Mindenképpen kockázat. Tehát föltevődik a kérdés, hogy ha valami, valami nincs eltörve, akkor miért javítsd meg? Te látod, hogy van egy, van egy elég decensen működő húsdarálód, ott van egy csavar, ami egész jól oda az asztalnak a lapjához, semmi nem mozog, semmi nem lötyög a hús akkor minek megváltoztatni ezt a dolgot? Tehát ez, ez mondjuk egy, egy nagyon óvatos hadvezérnek a, a, a megfontolása. Egy egy bátrabb, egy merészebb, vagy egy paranoidabb hadvezetés azt mondaná, hogy de hát atya úristen, lehet, hogy a NATO bele fog avatkozni, csapatokat fognak küldeni. Most még nem küldenek csapatokat, most még nincs lőszer, tehát ezt kéne kihasználni. És ez is egy valid, valid nézőpont. Most a kérdés a, először is az temperamentum a vezetésnek. Mi a temperamentum? Mi a kockázatvállalási szint? Mi az a risk, az, az a rizikó, amit hajlandók e, fölvállalni? És e, Nyilván valahogy előttük ott van a teljes kép, vagy egy sokkal teljesebb kép, mint itt előttünk. Én, én nem láttam az orosz hadvezetést, hogy túlságosan kalandor é, é, módon dolgozna, különösen a... a, a a 2022-es pofon után azt hiszem az összes kalandorhajlam hajlam az oroszokból, hogy ki kifogyott, és én nem látom őket valamilyen nagyon festői akcióba belemenni. Különösen tekintve, hogy a haditechnika mostani állásában a tüzet sokkal könnyebb összpontosítani, mint a csapatokat, mint a mozgást. Tehát a, a, a tűz van fölényben mondjuk a mozgással szembe, és akkor akkor tűzzel kell dolgozni. És ez pedig egy ilyen atríciós háború diktál. Én ennek látom a logikáját, és minél jobban közeledik az Egyesült Államok az elnök választásokhoz, annál szűkebb lesz a mozgás mozgástere az amerikai elnöknek, tehát ezt is ki kell használni. És én, én azt És most hiszem, is de... már elég szűk egyébként. Igen, már most is elég szűk. Arról nem is beszélve, hogy minél, minél rosszabb az ukrán hadsereg helyzete, annál kisebb lesz a támogatása egy nyugati intervenciónak. Eközben ugye a héten zajlott egy NATO értekezlet, ahol az Európa, vagy hát a NATO tagállamok külügyminiszterei vettek részt, és most Jens Stoltenberg, aki jelenleg még a NATO főtitkára a BBC-nek adott vasárnap egy interjút, azt mondta, hogy Vladimir Putyin orosz elnök meggyőződése, hogy az orosz fegyveres erők győzelmet arathatnak az ukrajnai hadszintéren, és éppen ezért el kell juttatni hozzá azt az üzenetet, hogy Oroszország nem fog győzni. Minél világosabban üzenjük ezt meg szavakkal és cselekedetekkel, annál nagyobb valószínűséggel jön rá Putyin elnök is arra, hogy nem győzhet, és tárgyalnia kell egy olyan békéről, amely biztosítja Ukrajna fennmaradását. Szuverén független országként majd hozzátette, hogy Ukrajna dolga lesz majd annak eldöntése, hogy milyen kompromisszumra hajlandó a háborút lezáró tárgyalásokon. Na most itt Stoltenberg tulajdonképpen az információs hadviselésről beszél. Ez az információs hadviselés? Volt az a, a, a régi dal, amit Alain énekelt énekelte, e, abban, a, abban a szép szőke francia színésznővel, nem emlékszek, hogy hogy hívják, hogy szavak-szavak, igaz? Volt, van egy ilyen francia sanzon, hogy ezek, 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 ezek csak Edith szavak tulajdonképpen. Nem, nem, lehet, hogy Edith Piaf, nem, nem Edith Piaf énekelte, e, teljesen mellékes, hogy kivel. E, de milyen NATO cselekedeteket látunk, ami elrettenteni Oroszországot? Tehát ezek, ezek csak szavak tulajdonképpen, nem, semmi, semmi nincs mögöttük, és a szavakat nem lehet bele, bele, beleütni a töltényűrébe a puskának. Ezek csak szavak. És akkor a kérdés az, hogy itt ez a NATO-nak a nagy dilemmája a háború első pillanatától, hogy hogyan lehet lépéseket tenni Ukrajna támogatására, anélkül, hogy a NATO maga belekeveredjen egy ilyen háborúba. És ez egy, ez egy igen komoly dilemma, nem egy könnyű dilemma. Kicsit emlékeztet minket az előző az előző beszélgetésünkre Iránnak és Izraelnek a, az iszab hogy hogyan hogyan lehet ezt csinálni, anélkül, hogy, hogy egy halálos küzdelemé váljon. És ugyanez a, ugyanez a dilemmája a NATO-nak is. És én azt hiszem, hogy a NATO igen-igen sokat ígért. Először is azt ígérte Ukrajnának, hogy megad pénzt, paripát, fegyvert, minden, amire szüksége van Ukrajnának, és nem adta meg. Nem adta meg. Most, most, a legújabb az, hogy abban hitegetjük Ukrajnát, hogy csapatokat küldünk nekik. Most mi a valószínűsége annak, hogy ha pénzt nem adunk, akkor pont csapatokat, akkor vért fogunk küldeni? nekem ez egész nem valószínű. Ha mert csapat, ember az még van, lőszer meg eszköz meg annyira nincs. Igen, a probléma az, hogy a lőszer meg az eszközök azok nem szavaznak. Viszont annyi még maradt az európai demokráciából, hogy de a politikusok kétszer meggondolják, mielőtt, mielőtt elküldenek európai csapatokat Ukrajnába harcolni, és mielőtt elkezdenek megérkezni a, a halottak a zsákokban. Tehát én azt hiszem, hogy ha... Ha arra nem tudtuk magunk, rávenni magunkat, hogy, hogy, hogy tényleg teljes melbedobással hadi anyaggal támogassuk Ukrajnát, akkor mennyire hihető az, hogy élőerővel fogjuk támogatni Ukrajnát ebben a háborúban. Nekem nem tűnik hihetőnek, arról nem is beszélve, hogyha megvizsgáljuk, hogy mekkora a deficite az ukrán hadseregnek, mert nagyjából minőségi én azt hiszem, hogy remélem, hogy már a legutolsó magyarországi elemző is megbékelt vala a gondolattal, hogy minős nincs minőségi különbség a két hadsereg között. Vagy ha van a már sokkal inkább az oroszok oldalán A háború elején ez nem volt igaz egyértelműen. Hát a, a helyzet azóta megváltozott. Tehát egy olyan helyzetben, mikor nincs minőségi különbség, a mennyiségi deficite Ukrajnának az több százezer katona. Most, ha nem adunk több hadianyagot, akkor legalább több százezer katonát kéne a NATO-nak kipréselnie magából. Én nem látom azt, hogy Magyarország mennyi a Magyarországnak a ráeső része a több százezer katonából, mondjuk 200 ezerből, 20-30 ezer magyar katona, én nem láttam a magyar kormányt, hogy elküldene 20 ezer magyart meghalni Ukrajnában, vagy a román kormányt, hogy elküldenének 30-40 ezer románt meghalni, 20 ezer románt meghalni ott Ukrajnáért. Én nem látom ezeket a dolgokat. Bár ha már Romániát említetted, nyitnék egy záró hogy Dalidának hívják az énekesnőt úgyhogy ezt is megtudhatják már a kedves hallgatók. Kultúrában bizonyára gyengébbek vagyunk, mint biztonságpolitikában, bár tudjuk, hogy ahhoz se értünk, de mindegy. Szóval a Románia most pont beterjesztett egy olyan törvényjavaslatot, miszerint a román hadseregnek el kell menni megvédeni a külföldön élő vagy kisebbségben élő román állampolgárokat, és sokan azt mondják, hogy az a deal, hogy akkor Moldova esetében bemehetnek a román katonák, cserébe, ha Ukrajnába is küldenek csapat hogy a háttérben már erről szólnak ezek a mozgások. De ez is egy lehetőség. Nekem teljesen más dolog jutott erről az eszembe. Nekem ez inkább egy ilyen, ilyen hullarabló törvénynek tűnik, hogy ami marad Ukrajnából, azt visszük nagyjából. Ez a, nekem inkább azt csugalt ez a törvény. Én azt hiszem, hogy Románia kétszer meggondolná, hogy mielőtt mielőtt Moldovába belépnek, az ottani orosz jelenlét miatt. Tehát ott nagyon hamar egy háborúba keveredhet orosz, Románia Oroszországgal, és itt mindig feltevődik a kérdés, hogy ha egy ilyen háború kialakul, akkor, akkor a NATO többi része támogatni fogja Romániát csak azért, hogy valami minőségi moldáviai borokat lehessen inni Romániába. Tehát ez ez nagyon kockázatos dolognak tartom ezt a lépést. Ja, nagy kérdés ez, hogy Moldovánál mi a román stratégia, meg mi az orosz stratégia, ugye ott vannak ilyen ugyanolyan szakadárköztársaságok, mint ami, Orosz, mint ami Ukrajnában is volt. Ugye ők most folyamodtak is Putyinhoz azért, hogy ismerjék el ezeket autonómiáknak. Miközben ugye Moldova kapott most lehetőséget arra, hogy az Európai Unióhoz csatlakozzon. Miközben látjuk azt, hogy még olyan opciók is vannak, hogy egyesül Romániával, és talán a lakosságnak a fele ezt még szeretné, és hiszen akkor azért kapnak cserébe egy NATO-tagságot. Szóval ez egy érdekes helyzetet teremthet még. Igen, mindenképpen nekem ez engem ez kísértetiesen emlékeztet arra, amit a dombaszban láttunk, hogy kikiáltják a függetlenségüket, meg felvételüket kérik Oroszországba, és nagyon érdekes dolog, hogy Oroszország nem mondott nemet. Tehát igen, sem mondtak, de nem mondtak nemet. Ez azt jelenti, hogy az orosz elismerése annak, hogy ez a, a Gagauz, a Gagauz közt, köztársaság és a, a, a Dniesteren túli terület fel, felvételt nyert az orosz szövetségbe, ez gyakorlatilag egyfajta ilyen Demoklész kardjaként lebeg, és bármikor Oroszország meg... Hozhatja ezt a döntést, ami alapot teremt, aztán a katonai intervencióra. Tehát én azt hiszem, hogy Magyarországnak van egy traumája Oroszországgal szemben, hogy Romániának is megvan a traumája Oroszországgal szemben. Tehát ezek a, ezek a dolgok megvannak, és ne felejtsük el, hogy 1940-ben, ha jól emlékszek, Stalin egy, egy puskalövés nélkül elkényszerítette Romániát arra, hogy átadják Bukovinát és Beszarábiát Oroszországnak. Tehát ilyen szempontból Románia nagyon nagyon pragmatikus volt, legalább történelmileg ebből az Oroszországgal való viszonyában, és a, a kommunizmus éveiben évbe, is voltak ott nagyon durva katonai erődemonstrációk a szovjetek részéről, mikor Románia, tudom én, aszimmetrikusan lélegzett a varsói szerződésen belül, akkor akkor a szovjetek csapatokat vontak oda össze a román határa, tehát van egy ilyen román trauma is. Ez, ez Oroszország egy, egy nagy szomszéd, és egy kellemetlen szomszéd. Egy újabb hírrel folytatnám, Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök szombaton egy interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna légvédelmi rakétakészletei kimerülhetnek, amennyiben Oroszország továbbra is intenzíven folytatja a nagy hatótávolságú bombázásokat. Az elnök ezzel kapcsolatban azt is kiemelte, hogy az ország légvédelmi helyzetének romlása aggodalomra ad okot, különösen azután, hogy Oroszország hetek óta masszív rakéta és drón támadásokkal sújtotta az energiarendszert, a városokat és a településeket, és ezért érte, hogy segítsenek. És azt viszont te mondod már szintén a háború kezdete óta, hogy a légvédelem kapcsán történő összeomlás az nem egy ilyen fokozatos dolog lesz, hanem az akár pont, a, amit most az Elenszki is mond végül is, tehát hogy az akár hirtelen is megtörténhet, hogy ugye akár filléres drónokkal megtámadnak üzemeket, erre elmegy a légvédelemnek a nagy része, viszont ha ott vannak légvédelem nélkül, kérdezem, hogy akkor mi történik? akkor, akkor összeomlik gyakorlatilag a háborús előfészítés. Az történik, amit Gázában láttunk. Mert hát Gáza a klasszikus példája annak, hogy mire képes egy modern hadsereg, hogyha nála van a légi fölény. És ez nem egy elméleti dolog. Tehát tudjuk statisztikailag a Beszéltem erről talán többször is, hogy ha megnézzük az utóbbi 100, 120, 100 év háborúit mondjuk úgy, akkor teljesen egyértelmű, hogy az a fél, aki a, a, a ligi fölét birtokolta, az nyerte meg a háborút. Talán egy kivétel van arról. Tehát van egy döntetlen és egy kivétel van, ha jól emlékszek ezekre az adatokra. Ez nagyon markáns statisztikai mintázat. Tehát, hogy a dohányzásra tüdőrák között egy ilyen erős statisztikai kapcsolatot, korrelációt tudnánk találni, már senki nem dohányozna. Ez egy sokkal erősebb dolog, tehát majdnem 99, tehát 100-ból 99 esetben ez volt a, az a döntő jele okay, annak a két... Kéj a győzelem. Az a győzelem, igen. Ez egy nagyon nagyon-nagyon markáns mintázata a, az utóbbi száz év hat történetében, és ez fog bekövetkezni. És látok, hogy ez, ez, történik Gázában is. Hogy mi történik, mikor, mikor, van egy ilyen repülőt, masszív repülő tüzérség, ami, amit egy ilyen tűzszönyeget görget előtted. És ez fog történni Ukrajnában is. És ezt a háború elej óta mondom, hogy a, az orosz stratégiai légihadjáratnak a célpontja az ukrán légvédelem, és nem az ukrán infrastruktúra, vagy ilyesmi. Az csak, az csak egy ilyen, az csak egy gomboc, amit kapsz ajándék az nem, nem ez a lényeg a dologban. A lényeg az, hogy arra kényszeríteni az ukránokat, hogy kivonják a frontról a, légie, a légvédelmüket, és ott meg sem is jön a légvédelem olyan, olyan objektumok védelmében, amiket kénytelenek megvédeni. Hát ez, ez egy nagyon tragikus dolog. Ennek függvényében kérdezem, hogy ha most a nyugat azt mondaná, hogy oké, segítünk, meg még elvileg az F-16-os vadászrepülők is mennek. Kérdezem, hogy az F-16-osok például a légvédelemhez tartoznak-e? Illetve ha most azt mondják, hogy oké, okay, adunk, még adunk, még akkor fel lehet újraépíteni Ukrajna légvédelmét? Elvben fel lehet, fel lehet építeni. Elve mindent meg lehet tenni. Erre mondják azt, hogy okkal móddal még a templom tornyát is át lehet festeni, hogy régen mondták magyarul, volt egy ilyen régi székely mondás, de itt, itt két problémát látok ezzel. ami a légvédelmi eszközöket, illeti eleve, eleve nyugaton sokkal kevesebb légvédelem van, mint a, a szovjet típusú hadseregekben. Mert a nyugati légvédelemet, azt repül, a légvédelemet repülőgépekre építették, nem földről indított rakétákra. Miért van? Volt ebben egy nagyon egyszerű megfontolás, ugyanaz a repülőgép, amelyik matinéban légvédelmet csinál, délután bombázni tud szárazföldi célpontokat, csak más, más pokkanó csavarokra, nem oválisat, hanem gömbölyűt, mint a gombócartú. Nem lyukas csokoládét, hanem négy négyszögletes csokoládét csavarok a repülőgéper, és akkor ugyanaz a repülőgép, ugyanaz az F-15-ös, az nappal légifölény harcokat vív, és délután pedig szárazföldi célpontokat, tehát földi célpontokat támad meg. És ezért nyugaton általában kevesebb légvédelmi rakéta van, szárazföldről indított légvédelmi rakéta van, és ezért látjuk azt, hogy például ilyen flotta légvédelmi eszközöket szállítottak Ukrajnába, rádrótozták őket a meglévő szovjet rendszerekre, és akkor korona egy sziszperó, meg ilyen, ilyen rendszereket. Nem akarok belemenni ebbe, mert ez hidegkuti Konstantin barátomnak a szakterülete, nem akarok a hadi technikai részbe bemenni, de látjuk ezeket a dolgokat. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ami az F-16-osokat illeti, most hallottuk ukrán részről azt, hogy ezek a fegyver... az F-16-osok már nem aktuálisak. Már nem aktuálisak, különböző okok, okokból kifolyólag nem aktuálisak. Mi az mondtál, egyik... hogy köszönjük, inkább nem kérjük, küldjetek mást, hogy... Vagy én azt hiszem, hogy eleve ez inkább egy ilyen politikai dolog volt. Tehát mikor egy ilyen, egy ilyen, nagyon jelképes célpontot célzol meg, akkor leveszed az asztalról az összes vitát, hogy ilyen tankot lehette, meg olyan csapatszállítójárművet lehette, mert hogyha ezt, a, ezt megkaphatják, akkor gyakorlatilag szinte mindent megkaphattak. mondjuk úgy durva általánosítása. Nyilván valahogy nem atomfegyvert, de ha emlékszünk még a háború első éveire, ilyen centivel mérték a dolgokat, hogy hát tudom én, csapatszállító járművet, amit a múzeumból hozunk ki, azt lehet szállítani, de viszont egy újabb csapatszállító jármű már eszkalációt okoz, már provokálna az oroszokat. És akkor ment, mentek körül a vita hónapokon át, mikor az ukránoknak szüksége lett volna ezekre az eszközökre. És lehet, hogy ezt akarták megoldani ezzel a, ebben a huszárvágással, hogy, hogy egy olyan, olyan dolgot kérünk, amit hogyha jóvá hagynak, akkor ez áttör lélektani gátat, és akkor utána bármit megkaphatunk. És most hallunk ilyen hangokat ukrán tisztviselőktől, hogy már nem aktuális az F-16-os, mert valószínűleg nincs árértékarányban a befektetéssel izrael -le kapcsolatban érkeztek nagyon aggasztó hírek. A CIA többek között figyelmeztette a világot, hogy az iráni forradalmi gárda, vagy akár Irán maga ö, megtorló csapásokat tervez a szíriai ö, akció miatt Izrael ellen. Most, amikor beszélgetünk, akkor vasárnap van, 15 óra 20 perc. Egyelőre tudomásom szerint ilyen még nem történt, de ott most nálatok mennyire van benne a levegőben az, hogy tényleg valami durvább, súlyosabb jöhet? igazság az, hogy nincs túlságosan a levegőben, legalábbis de teljesen az én szubjektív megítélésem szerint, lehet, hogy nekem vannak ilyen, ilyen tompa érz, eltompultak már az érzékei, de valahogy nem, valahogy nem látom ezt a pánikot, vagy, valami, vagy valamilyen nagyobb aggodalmat, egzisztenciális aggodalmat, a, a só megy tovább. Tehát e Nagyjából tisztább vagyunk avval, hogy valószínűleg, ha lesz egy támadás, az egy ilyen puha célpont ellen fogják végrehajtani, ez lehet egy zsidó érdekeltség, valahol a világon egy nagykövetség lehet releváns Magyarországra nézve is, és valószínűleg olyan módon, hogy ezt ne lehessen visszavezetni Iránhoz. Tehát épp ugye, hogy Izrael nem vállalta a felelősséget a, a, ezt a neki tulajdonított támadás miatt, épp úgy valószínűleg Irán is meg fog tenni mindent, hogy ne a ne az ugrodeszkáról csinálják, hanem a medencében mondjuk. Ugye. És akkor az lehetőséget tesz arra, hogy egyrészt tehát, ö, arcvesztés nélkül kikerüljenek ebből a dologból, tehát hogy megtalolták a dolgot, ugyanakkor másrészt nem indít. nem Kisebb a valószínűsége annak, hogy beindít egy ilyen háborús ciklust, mondjuk úgy. Tehát valószínűleg ez várható, lehet egy kiber támadással összekötve például. Tehát olyan dolgok, amiket nem lehet, a, a, kripto, a kriptohadviselésnek a, a, a címkei alatt sok minden elfér, és szerintem inkább ezen a, ezen a területen kell keresni dolgokat. Részben válaszoltál a következő kérdésemre, hogy mi történhetett Szíriában, ahol ugye azt látjuk, hogy a, egy olyan iráni objektumot ért támadás, amire azt mondták, hogy követségi épület, közben pedig az izraeliek azt mondták, hogy ez fegyverraktár volt, meg katonai objektum, és itt ugye az iráni forradalmi gárdának több tisztje megsebesült, meghalt, nem megsebesült, meghalt. És akkor itt most kérdezem, hogy Izrael vállalta ezért a felelősséget, illetve az egész világ nyilván azt mondja, hogy Izrael volt, és hogy milyen felelőtlen lépés volt ilyet tenni, hiszen ezzel csak egy újabb bomba lett bedobva, vagy még jobban fel lett kavarva az amúgy sem álló víz. Nem, hát ez, ez egy nagyon buta állítás olyan szempontból, hogy e, Izrael háborúban, áll Iránnal már évek óta. Tehát az, hogy ez egy alacsony intenzitású háború, az nem jelenti azt, hogy nem állunk háborúban. És épp úgy, hogy az amerikaiak a második világháború alatt, mikor tudomást szereztek arról, hogy a, a japán e, e, admirális Yamamoto egy repülőgéppel szeli át a csendes óceánt, és egyszerűen lelőtték a repülőgépét, ez annak az analogiája. Tehát itt a, a az iráni katonai erőfeszítésnek Izrael ellen az, az egyik osztop, vagy az osztopai dőltek ki. Az a funkcionárius, amelyik Irán részéről menedzselte ezt az Irán, Izrael elleni háborút, ami Szíriából és, és, Libanonból folyik Izrael ellen, tehát hozzá lehet még ehhez tenni a, a, nyugati raki miliciákat is. Tehát gyakorlatilag ennek az iráni titkos hadseregnek a parancsnokát és a parancsnok helyettesét öltük meg. Tehát háború idején ez pont olyan, mint Yamamoto admirálisnak a megölése, vagy mint az a, 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 az a támadás, amit Rommel ellen hajtottak végre a szövetségesek, mikor Rommel autóját eltalálták, tehát ez bőven belefér egy a, a háború, úgy a háború törvényei, mint a háború logikájába, ami sokkal fontosabb, mint a háború törvényei. Eközben ugye eltemették azokat, akik a szíriai bombázás során meghaltak, és az iráni legfelsőbb vezető tanácsadója pedig elment erre a temetésre, és azt mondta, hogy egyetlen izraeli nagykövetség sincs többé biztonságban, illetve aztán utána pedig azt is kiemelte, hogy szombatig Izrael 27 nagykövetségét zárta be ijedelmében, köztük a Jordániait, az Egyiptomit, a Bahreinit és a Törökországit. Ugyanakkor ezt izraeli források nem erősítették meg. Ugye ez is rímehet azzal, amit te mondtál az előbb, hogy akár nagykövetség ellen indulhat támadás, viszont akkor ez lehetséges, hogy nem Izrael területén, lesz, hanem tételezzük fel a legrosszabbat, mondjuk a, budapesti nagykövetség ellen akár támadást indíthat irány. Mert általában egyik államnak sincs nagykövetsége a saját területén. Tehát ez abóvó, ideig a víz szintjén. Tehát ez abóvó külföldön lenne. És ez nem egy új dolog. Tehát láttuk 94-ben volt a támadás Argentinában ugye az argentin, argentinai a Buenos Aires-i zsidó, izraeli követség ellen, mint a zsidó hitközség ellen. meghalt 80, nem tudom hány ember a követség ellen támad, bomba támadása, nem tudom, szintén több tucat ember meghalt, tehát nincs ebben semmi új tulajdonképpen. Itt, itt azt hiszem, hogy a fő, fő kihívás Irán számára úgy, úgy mérni be ezt a támadást, hogy egyrészt látványos legyen, való, lehetőleg valamilyen diplomácia stratégiai célpont ellen legyen, hogy kutya kutyaharapás szőrével ugyanazon a szinten legyen körülbelül, ugyanakkor mégse vonjon maga után egy olyan eszkalációs spirált, ami után egyéb Irán érdekeltségek sem lesznek biztonságban. Tehát nagyon könnyű ilyenkor bele, bele egy ilyen eszkalációs örvénybe belesüppedni, és azt hiszem, hogy most Iránnak ez nem az érdeke, ez a dolog. Mohamed Bageri vezérőr nagy meg azt mondta, hogy Irán válasz a megfelelő időben a szükséges pontossággal és tervezéssel, valamint az ellenségnek okozott maximális károkkal fog történni, hogy megbánják a tettüket, és figyelmeztetést intézett az Egyesült Államokhoz is, mondvá, hogy a damaszkuszi támadásért a főfelelősség az usa terheli egyrészt ilyenkor az Egyesült Államok, ami azért láthatóan most izrael sem a fénypontját téli kapcsolataiban léphet -e szintén, illetve ezeket a fenyegetéseket Irán részéről mennyire kell komolyan vennie az Egyesült Államoknak? Én úgy gondolom, hogy a Irán egyrészt mindent megtett, hogy ezt a konfliktust úgy az Egyesült Államokkal, mint izrael de most beszéljünk inkább az Egyesült Államokról. Az Egyesült Államokkal minél jobban össze, zanzásítsa. Tehát az irániakat az nem zavarja, hogyha a huszik támadják az amerikai hajókat mondjuk a Vörös-tengeren, de azt nem akarják, hogy olyan síta milíciák, iraki síta milíciák támadják meg a, a, az amerikai bázisokat, akiknek a kapcsolatait egyenesbe vissza lehet vezetni Iránhoz. Tehát ha jól emlékszek, a, az iráni vezetés magához rendelte ezeknek a, a a vezetőit, és neki, kiadta nekik, utasításba, hogy semmi szín alatt ne keveredjenek háborúba az Egyesült Államokkal. És ugyanerre utasította az iráni felső vezetés a, a, a saját katonai vezetőjét, meg a forradalmi gárdának a vezetőjét. Ez kezd egy párhuzamos hadsereg, az iráni forradalmi gárda, annak van egy párhuzamos, egy párhuzamos hadsereg iránban, párhuzamos hírszerzéssel, párhuzamos haditengerészettel, párhuzamos légierővel, tehát Iránban mind a kettőből dupla van. Tehát kell legyen egy, egy forradalmi gárda hadsereg, nehogy az iráni hadsereg megpucsolja a, az ügyeletes ajatollát. Tehát kicsit érdekes rendszer. Tehát azt látjuk, hogy egyik, egyik nagy, egyik Ö, nagy játékos se hajland, se, se, érdekelt abba, hogy itt egy nagyobb eszkaláció történjen, mindenki a saját megfontolásaiból, és ö, lássuk, hogy sikerülni fog ezt tető alatt tartani ezt a dolgot. Eközben pedig kivonták az izraeli csapatok jelentés részét a gázai övezetből. ezt közölte az izraeli hadsereg szóvivője. A jelentés alapján az övezet déli részében mindösszesen egy dandárt hagytak, hogy megakadályozza a gázaiak visszatérését az övezet északi és középső részére. Néhány órával a csapatkivonás után öt rakétát lőttek ki a gázai övezet déli részén fekvő Hájunis térségéből a határ túloldalán lévő izraeli településekre. Na ennek mi az értelme? és te hogy látod ezt a kérdést? Igen, igen, érdekes dolog. Gyakorlatilag senki nem tudja. Senki nem tudja, mert ezt a pontosabban nem, nem ezek nem publikus dolog, nem publikus dolog, hogy mit tervez a, a, az izraeli hadsereg. A háború elején négy és fél öt, dandár, öt hadosztály manőverezett Gázán belül, mindegyik ilyen hadosztálynak volt három vagy négy dandárja, ehhez képest drámaian lecsökkentette Izrael a katonai jelenlétet. Hogy mi ennek az oka, azt nem tudom, nem tudom megmondani, nem akarok semmilyen találgatásba bocsátkozni, más se tudja. Tehát olyan, mondjuk azok, akikkel beszéltem, ők se tudják pontosan, hogy mi a, mi itt a megfontolás, mi a célja a dolognak. Ez egy sokdimenziós politikai sakjátszma, hogy mi történik pontosan, azt nem, nem látjuk át teljesen. Tehát az, hogy a háborúnak az intenzitása ennyire lecsökkentenek, nyilvánvaló politikai okai vannak itt a kapcsolat az Egyesült Államokkal, gyakorlatilag ők tartják a kezüket a gázrózsán, és... Azt is el kell mondani, hogy abban a pillanatban, amikor Izrael nem gondoskodott arról, hogy önellátó legyen lőszerek szempontjából, haddianyag szempontjából, akkor feladta a szuverenitásának egy igen jelentős részét, és kénytelenek vagyunk azt tenni, amit legalábbis bizonyos szinten azt tenni, mint az Egyesült Államok diktál. Hogy mi történik itt, én, én nem tudnám megmondani, nem akarok semmilyen találgatásba bocsátkozni. Én sem akarok találgatásba bocsátkozni, az viszont talán beszédes, hogy két nappal korábban Izrael Washington kérésére engedélyezte a humanitárius segélyek szállítását az asdódi kikötőből, a gázai övezet észak-nyugati csücskében fekvő ereci átkelőhely igénybevételével. És nélkül, hogy találgatnánk, azt lehet mondani, hogy az utóbbi napokban még a korábbiakhoz képest is nagyobb volt a nyomás izrael akár a humanitárius segéllyel kapcsolatos támadások, akár mások miatt? Azt hiszem, hogy nagy volt a zaj, de úgy igazából ez, ez egy igen-igen eh, problémás kérdés, mert eh, nagyon nehéz különbséget tenni a, a zaj és a jel között ezekben a dolgokban. Ezt, ezt teljesen komolyan mondom. Eh, Uram, úgy sokkal könnyebb megmagyarázni olyasmit, amit kevésbé ismersz, olyan dolgokat. Talán azért, mert nem látod át a komplexitását a dolgoknak. Itt, itt teljesen átlátom a komplexitást, viszont talán épp azért nem, nem, nem merek bele beleugrani bele, bele, e, e, mindenféle találgatásokba. Tehát amit látunk, hogy egyrészt az Egyesült, az Egyesült Államok kormánya megpróbál megpróbál úgy viselkedni, mint, a, mint, a, mint, az egyszeri lánya mesében, hogy hoztam is, meg nem is, jöttem is, meg nem is. Tehát egyrészt eh, nagyon zajosan elítélik Izraelt, és eh, Egyéb zajos dolgokat csinálnak, ugyanak, ugyanakkor pedig tovább nyomják előre Izraelnek a katonai támogatását. További F-35-ös e, légiezeredekről van szó, lőszerekről, több tízder tüzérségi lőszerről, e, légibombákról, itt más proporciók, nem az ukrán front. Tehát nem, nem azokra mennyiségekre van szükség, sokkal kevesebbre. Tehát ezért, ezért, ezért mondom azt, hogy igen, felemás ez a dolog. É, igen kétélű, és nem lehet tudni, milyen háttér megegyezések vannak. Tehát teljesen egyértelmű, hogy az amerikai elnöknek ö, ö, nincs más választása, mint a saját eh, progresszív választói felé, meg ott a Birnberg michigani eh, muszlim választók irányába különböző gesztusokat tenni, ugyanakkor az Egyesült Államok reálpolitikai okokból nem vesztheti el ezt a háborút, és nem eh, eh, sugalhatja azt Amerika közelkeleti szövetségeseinek, hogy épp úgy, hogy az Egyesült Államok magára hagyta Afganisztánt, és magára hagyta Egyiptomot, és magára hagyta most akkor itt eh, egy végtelen hosszú sor következik, akkor még egy szövetségeset magára hagyja, mert akkor ez az egész biztonsági az architektúra, amit itt ki akarnak építeni, az egy Szaudarábiában meg mindennel teljesen összeomlik, úgyhogy nem tudjuk pontosan, hogy mi, az, mi, mi, történik pontosan a háttérben, milyen háttérmegegyezések vannak. Láttuk rengeteg, látunk rengeteg mozgást a, a két ország között. Egy részük nyilvános volt, egy részük pedig nem tudjuk pontosan, hogy miről van szó. Meglátjuk. Meglátjuk. Akkor Izrael témában az utolsó kérdés, hogy egy kicsit eltávolodjunk a, a közeli képtől, hogy azt viszont mindenki mondta, hogy ha valahol baj lehet, az inkább a közel-kelet, mint az orosz-ukrán front, mert hogy ott olyan megszokottan működnek a dolgok, és hogy viszont a közel-keleten meg benne van egy katasztrofális méretű háború, mindenki beáll mindenki mellé, ellen, és abból aztán tényleg. Tehát legalábbis a nyugati média, illetve hozzánk Európába érkező hírek azt ezt sugalták, a mostani mozgásokat tekintve nyugodtabbnak tűnik a helyzet, mint akár csak két héttel ezelőtt? Nem feltétlenül. Egyáltalán nem gondolnám, hogy nyugodtabb. Tehát vannak itt nyitott kérdések. Az, hogy mi történik a libanoni fronton, az egy nyitott kérdés. Van 300 ezer kitelepít, kitelepített izraeliek, akik nem tudtak hazatérni. A, 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 hány napot fognak még a szállodában azok az emberek ott üldögélni, mielőtt szétszedik a kormányt, és szétszedik az országot. Tehát és én megint csak azt tudom mondani, ez kicsit olyan dolog, mint, ahogy, mint azok, akik arról álmodtak, hogy Putyin úr majd elcsúszik a, tudom én, az ötödik emeleti prostatalákján, meg hasonló dolgok. Tehát itt Izraelben is bekövetkezhet az, hogyha egy, kierőszakol az Egyesült Államok egy választ, a választásokat, a végén egy sokkal jobb kormányt kapnak, mint ami, mint ami, jelenleg van. Tehát én, én nem tudom, én azt hiszem, hogy egyszerűen várnunk kell, ameddig az ünnep lecseng, tehát van egy olyan elképzelés, hogy ez a rafahi kaland akkor fog bekövetkezni, mikor a, 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 az, ünnepnek vége lesz. Az és számom... íző, tehát a Peszeknak. Nem a Peszeknak, hogy a Ramadánnak. A, a Ramadánnak, és utána az Idelfiternek. Tehát az Idelfiter az még, tudom én, a hétvégén már vége van Idelfiternek, és akkor én teljesen elképzelhetőnek tartom, hogy ezek a csapatok, amiket kivontak Hányúnezből, ezek rázuhannak rafahra, azért vonták ki őket, hogy rázuhanjanak Rafahra, és azért vonták ki a csapatokat, hogy teret adjanak a lakosságnak, hogy onnan elmeneküljön észak felé. Tehát olyan helyre, ahol hogy a harcok folynak, most hány ott van bent a hadsereg, akkor a civil lakosság oda nem tud menekülni, mert senki nem fog a harcokból harcokba menekülni. Viszont, hogyha ott nincs hadsereg és nincsenek harcok, akkor, akkor keletkezik egy vákum, ami magába szívhatja ezt a civil lakosságot, különösen, hogy északról jön be a, a, humanitárius segítség, de tényleg nem akarok találgatásokba bocsátkozni, mert semmilyen kapaszkodom, semmilyen tény nincs, ami bele tudnék kapaszkodni, és amiben bele tudnék, az meg nem publikus, arról nem akarok beszélni. Hallgatói <coughs> kérdésekkel folytattánk a műsorunkat. Kedves Robert, erőt és egészséget kívánok! A Neokonon olvastam, hogy Izrael megkapja az egy tonnás bombákat az usa -tól. Mire elég egy ilyen? Berobbantható vele a gázai alagút? Ez a kérdés első fel, aztán folytatom majd. Erre a kérdésre válaszul csak azt mondhatnám, hogy az oroszoknak most van, beszéltünk a FAB 500-asról, 1500-asról, 3000-esről, és van egy FAB 6000-es is. Most a FAB 6000 est 1946-ban kezdték gyártani. Tehát az egy tonnás bombákban nincs semmi új tulajdonképpen. Már az első világháborúban is voltak olyan repülőgépek, amik egy tonnás bomb... első világháború, nem a másodikban, az elsőben voltak olyan repülőgépek, amik képesek voltak egy tonnás bombákat ledobni. Nincs ezekben semmi újdonság. Tehát inkább a, a, annak a légibombának a technológiai konstrukciójában van az újdonság, hogy mennyire pontos, vagy mennyire tud mére behatolni. És igen, egy egytonás bomba, amelyik elég kisportolt ahhoz, hogy egy ilyen gázai alagutat bedöntsön mondjuk úgy, de nem, egy, ez nem, nem jelent egy minőségi ugrást ez a fegyver. A hallgató kérdésének második fele pedig így szól. A másik kérdésem, ha a német állampolgárságért mostantól nyilatkozni kell a holokausz zsidóság Németországban, stb. -vel kapcsolatban, akkor ez nem egy megkésett dolog? Én nem tudom, én nem hiszem, hogy nem tudom, nekem vegyes érzéseim vannak ebben kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy kell legyen egy állampolgári vizsga, amit mindenkinek le kell tennie, és ez a, a, a dolog csak a része kell legyen az egésznek. Most, hogyha valaki arra számít, hogy ebben a, a muszlim hivatlan vendégeket el tudják tántorítani, attól, hogy Németországba menjenek, hát csalódni fognak benne, mert van egy ilyen, van ez a, van egy elv az iszlámban, ami azt jelenti, hogy, hogy lehetővé teszi azt, hogy az ember meg, a, 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 az ellenfelét, hogyha ebből az életét menti meg, vagy tud javítani a helyzetén, vagy valami ilyesmi, ez, ez teljesen, teljesen belefér ez a, ez a dolog. Tehát nem ebben fogják megoldani a, az illegális migrációnak a, 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 problémáját Németországba, és én azt hiszem, hogy a, ezeket a dolgokat a gyökerüknél kell kezelni, nem ilyen látszatintézkedésekkel. intézkedésekkel és a hallgatónak a harmadik kérdése pedig az utolsó kérdés, ha a zsidókat ilyen atrocitások érik Németországban az óvodától az egyetemig az embereket, mint a zsidókat, mennyi idő múlva kerül sor a keresztényekre, tisztelettel Attila? De tudjuk azt, hogy a, köszönöm Attilának a kérdést, tudjuk, hogy a zsidók az csak a bányakanári. Tehát egy kisebb, egy kisebb, kisebbség, sokkal látványosabb célpontot nyújtanak, mint a keresztények, de látjuk azt, hogy már a keresztények ellen is tér, és megtették ezeket az első lépéseket, láttuk Svájcban különböző intézkedéseket, egyesült az Egyesült Államokban kapott most a, a keresztény vallás, egy pofont ebben a, 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 a transznap dologgal, meg minden nem véletlenül arra a napra helyezték ezt a... Ezt a ezt az újfajta megemlékezést húsvét napjára, hogy miért kellett pont húsvét napjára tenni, nem értem. Ez kicsit arra emlékeztet, mikor, mint mikor Londonban a, a, a Hamas-párti tüntetők, a, a brit ismeretlen katonának, vagy a háborús veteránoknak az emléknapján az emlék mentek tüntetni. Nem egy nappal előtt és nem egy nappal utána. Tehát itt van egy van itt egy pofon is, egy ilyen megaláztatás is ezekben a dolgokban. Mm. És én azt hiszem, hogy, hogy is volt annak a, 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 a német teológusnak az írása, hogy először elvitték a zsidókat, de nem szóltam, mert nem voltam zsidó, után elvitték a szocialisták, csak a így tovább, és én azt hiszem, hogy előbb-utóbb mindenki belefér valamilyen kategóriába. Tehát inkább egy olyan olyan társadalmat kéne teremteni, ahol mindenki biztonságban érzi magát, és nem a frázis szintjén. A toleranciából egyfajta frázis lett. És akkor a mai utolsó kérdésünk. Jó estét mindenkinek! Mondjuk itt délután van, de jó estét! Kedves Robert, kelet-európai -or Kelet országok szemszögéből nézve úgy tűnik, hogy a történelem ismétlődik. Egy újabb felemelkedő birodalmi törekvés rajzolódik ki a szemünk előtt. Csak egy eszme politikai, gazdasági és nemzeti viselkedés helyes a világban, amit egy új übermens nemzet képvisel. A nagykövetük is hasonló arroganciával képviseli, terjeszti saját hitvallásokat, mint a harmadik birodalom forradalom anno. szolgálói Az Anschluss már megtörtént, és lassan a front közeli országok katonái a szövetség nevében megint Oroszország ellen lesznek vezényelve emberek százezreivel. Esélyesnek látja ezt a jövő képet Köszönettel K. Levente. Köszönöm Leventének a kérdést, de ezt egy, igen rossz párhuzamnak találom. Tehát tisztában kell lenni avval, hogy ez a, ez a fajta politikai kurdus az Egyesült Államokban, Körülbelül annyira népszerűtlen, mint, mint mondjuk Magyarországon. Tehát van egy zajos kisebbség, akik aránytalanul nagyobb szeletet kaptak ebből a politikai hatalom tortájából. Vagy, vagy bitorolják ezt a politikai hatalomnak egy sokkal nagyobb szeletét, mint ami jár nekik. És van egy, van egy csendes többség, akik, akik nagyjából úgy gondolkoznak, mint egy átlag európai ember, és nem akarnak semmi más, mint egy átlag európai ember. Tehát én azt hiszem, hogy ezelőtt néhány évvel Trump elnök alatt ez a kérd, ezt a kérdést levente föl se tette volna nekünk, én azt hiszem. És ne, 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 téveszünk, össze a, ne téveszünk össze egy politikai kurzust. Euh, vagy egy bizonyos külpolitikai elittet egy, egy egész nemzettel, vagy egy egész állammal, vagy egy egész hatalommal. És ne felejtsük el, hogy ezelőtt még néhány évvel a néhány Évtized alatt azért imádkoztak a magyarok, hogy jöjjenek az amerikaiak, ne azért, hogy ne jöjjenek. Tehát én azt hiszem, hogy kicsit rugalmasabb gondolkodást kell magunkévá tennünk, és ahogy, ahogy nagyon elleneztem ezt a zsigeri, rasszista orosz ellenességet, épp annyira, épp annyira visszatetszőnek tűnik az én szemembe ez a, ez a zsigeri Amerika ellenség, aminek gyökeres magvas hagyományai vannak Európában. E az okokat meg tudom érteni, de nem vagyok hajlandó elfogadni. Tehát én azt mondjam, ne, azt úgy gondolom, hogy ne legyünk, ne általánosítsunk, és ne legyünk rasszisták se az amerikaiakkal, se az oroszokkal szemben. Egyébként egy utolsó kérdés tőlem, hogy egyáltalán van értelme bármilyen történelmi analógiának? Mert látom, hogy mostanában nagyon sokan próbálnak meg ráhúzni szituációkra a múltban megtörtént eseményeket, és hogy nyilván kell a múltból tanulni, de, de hogy, hogy te hiszel abban, hogy valami így egy az egyben lemodelezhető? én megmondom, hogy miben hiszek. Én abban hiszek, hogy, ha fegyelmezetten alkalmazzuk ezeket a történelmi eszközöket, akkor ezek nagyon hatékonyak lehetnek. Tehát egyetlen egy dologgal tisztában kell lenni. A minden eset a történelemben egyedi. Minden eset egyedi. Ugyanakkor vannak minden egyedi esetnek, vannak olyan összetevői, amiket már láttunk Más esetekben is. És két megközelítése van ennek a dolognak. Az egyik módszer az, hogy statisztikai módszereket alkalmazzunk. Nyilvánvaló, hogy ez visszapillantó tükör, ez nem mond semmit a jövővel kapcsolatban. Megállapít egy mintázatot, hogy ez általában így szokott lenni, de az indukciónak megvan ez a belső korlát, korlát hogyha valami, hogyha az almát elengedtem, és százszor, vagy ezerszer, vagy egymilliószor esett, lentről, föntről lefelé, megtörténhet, hogy egyszer, tudom én, éppen az űrállomáson vagyunk, és lentről fölfelé fog esni az alma. Tehát ezzel tisztába kell lenni. És a másik dolog pedig az esettanulmányoknak a módszertana, mikor ezeket az analógiákat fölállítjuk, de ilyenkor nagyon hasznos ellenanalógiákat is fölállítani. És akkor azt mondani, hogy ez azért hasonlít, mert azért nem hasonlít, mert a másik eset azért hasonlít, mert és azért nem hasonlít, mert, és megpróbáljuk egy mérleg serpenyőre, helyezni. Mikor ilyen szónoki fogásként használjuk, akkor ez egy szónoki fogás, nem egy tudományos eszköz. Ez a mai végtos szó. Robert Szikesztel, köszönjük szépen, hogy itt volt elő. Nagyon szépen köszönöm a viszontlátásra. És a kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, sikeres hetet és szép napot mindenkinek, viszontlátásra, viszonthallásra.